Ilf és Petrov. Eléggé nehéz feladat a 12 szék szerzőjének önéletrajzát megírni. Ugyanis az a helyzet, hogy a szerző két ízben született, 1897-ben, illetve 1903-ban. Először Ilja Ilf, másodszor pedig Jevgenyi Petrov képében. Mindkét esemény Odessa városában történt. Így módon az író már ifjúi éveitől kezdve kettős életet élt. Az idő tájt, amikor a szerző egyik fele a pelenkában rukkapált, a másik már hat esztendős volt, és átmászott a temetőkerítésen, hogy orgonát csenjen. Meg annyi kaland után a két különálló félnek végre sikerült összetalálkoznia. Ennek egyenes következményeként napvilágot látott a 12 szék című regény, amely 1927-ben született Moszkvában. Efféle esetekben rendszerint arról faggatják a szerzőket, hogyan alkotnak kettesben. A kíváncsiskodóknak megemlítjük az énekművészek példáját, akik duettet énekelnek, és közben remekül érzik magukat. Jelenleg az Aranybóriú című regényen dolgozunk. Tagjai vagyunk a Különcök klubja nevű nemrégiben alakult irodalmi csoportnak. Működésük nagyfokú összehangoltsága ellenére a szerzők tettei olykor mélyen egyéni vonásokat árulnak el, így például Ilja Ilf 1924-ben nősült, Jevgenyi Petrov viszont 1929-ben. Kelt 1929, Július 25, Moszkva. Hogyan írnak maguk kettő? szögezték nekik a kérdést sokszor és sokan, kíváncsian és hitetlenkedve, elismerően és csepnyi gúnyjal, és ők mindannyiszor értetlenül néztek a kérdezőre, mert számukra ez a ritka furcsaság, ez a különös írói összetartozás és együtt alkotás volt a természetes, a magától értetődő az egyetlen lehetséges megoldás. Az lenne jó, ha mi valahogy együtt halnánk meg egy repülő katasztrófa vagy autószerencsétlenség áldozataiként. Akkor egyikünknek sem kéne jelen lennie a saját temetésén. Ez nem valósult meg, mindketten 40 évet éltek. Ilf 1937-ig, Petrov 42-ig összetartozásuk szükségszerű és kényszerítő erejű volt, és ezt írói munkásságuk bizonyítja legszemléletesebben. Az együttes munkálkodás időszakában a világ szatirikus irodalmát maradandó értékű művekkel gazdagították, s nevüket e műfaj legjobbjai között tartják számon külön-külön írott novelláikból, karcolataikból viszont kölcsönösen hiányzik valami. Valami fűszer, valami erő, szín és kiforrottság, a vérbeli író csalhatatlan ismertető jegye. Egymásra kellett találniuk ahhoz, hogy szellemüket, tehetségüket, társadalmi igazságérzetüket, pompás, sziporkázó humorukat egyé ötvözve azzá az íróvá legyenek, akit Ilf Petrovként ismernek világszerte. De végtére is, hogyan írtak ők ketten? Ez voltak éppen előttem is rejtély, hiszen kettesben írni nem kétszer könnyebb, hanem tízszer nehezebb. Ugyanis nem egyszerűen az erők összeadásáról van szó, hanem két lélek szakadatlan harcáról, kimerítős egyúttal termékeny küzdelméről. 1927. augusztusában fogtak bele első közös munkájukba egy szatirikus hangú regénybe, amelynek még csak a címében állapodtak meg. Tizenkét szék. Ott ültek éjszaka a szerkesztőségi szobában, egyik cigarettát szívták a másik után. Petrov előtt tintatartó és nagy halom kézirat papír. Közös megegyezés alapján ő lett az íródeák. Ha Ilf kimondott egy mondatot, szerzőtársa nyomban másikat ajánlott helyette. A Petrovnak eszébe jutott három találó szellemes jelző, Ilja kettő helyett okvetlenül másikat javasolt. Hogy hogyan is írunk mi kettesben? Nos, így nyári téli nap este volt, amikor a fiatal már javakorabeli férfi nő világos sötét kalapban sapkában végig ballagott végig kocsizott a zajos csendes Miasznyickája utcán központi sugárúton. Itt aztán lehet alkudozni. De közös alkotómunkájuk mikéntje végső soron másodrendű dolog. A lényeg, az elsőrendű fontosságú tény az, hogy személyük tíz esztendőre elválaszthatatlanul összekovácsolódott, és életművük egy írói egyéniség határozott karakterét mutatja. a szórakozó egyed. Repüljünk vissza a nyárba! Bizony, volt ilyen cirógató időszaka a folyó költségvetési évnek. Volt olyan varázslatos évnegyed, június, július, augusztus, amikor füvet kaszáltak a moszkvai körutak sétányain, nyárfág dunnapi héje lebegett a légben, és a tiszta alkonyi égbolton vetélkedve hancúroztak a fecskék. És, és ah, alig, alig élvezhettük, élvezhettük ezt a, a költői évszakot! Az egyik parkban, ahol a fák hívogató árnyat vetettek a fasor csikorgó kavicsára, egész nyáron hatalmas plakát hirdette. Harcolj te is az üdítő sétáért! Csak hogy senki sem sétált a parkban. A fák hiába vetették árnyukat, egyetlen proletársarok sem illette a fasor pompás kavicsát. Itt senki sem sétált itt csak harcoltak. Harcoltak az üdítő sétáért. A pihenése rendkívül hasznos és természetesen még tökéletlenül elsajátított válfajáért a következőképpen folyt a harc. A pihenés kérdésének ideológusai reggelenként bebújtak egy furnér lemezből készült házikóba, s szorosan becsukva az ablakokat, késő estig vitatták, mi a sétálás leghelyesebb módja. Ez alatt természetesen felettébb sokat dohányoztak. És ha a parkban feltűnt egy sétáló, félszeg alakja, tüstént kóoptálták az értekezlet elnökségébe a tétlenül kószáló tömegek képviselője gyanánt. És az illető ettől kezdve már nem sétált, bekapcsolódott a mozgalomba. Az üdítő sétát illetően késhegyre menő szócsaták zajlottak a házikóban. Elvtársak, legfőbb ideje, hogy méltóképpen válaszoljunk azokra az ártalmas osztály idegen elméletekre, amelyek szerint lehetséges sétálni csak úgy általában. Tudatosítani kell végre azt a sétálva alkotó folyamatot, amelyet bizonyos vulgarizátorok egyszerűen séta névvel gyaláznak. Csak úgy általában a tehenek sétálnak, továbbá az ebek, valamint a macskák. Mi kötelesek vagyunk, igenis kötelességünk minden egyes sétáló egyednek kellő feladatkört biztosítani és ez az egyed elftársak köteles nem csak úgy egyszerűen sétálni, hanem elftársak köteles hathatós sétáló munkát kifejteni. Bizonyos elgondolások már születtek a kérdést illetően. Itt van például gorilló elftárs tervezete. Mit is ajánl tulajdonképpen Gorilló Elftárs? Gorilló Elftárs azt ajánlja, hogy függesszünk minden sétáló hátára művészi kivitelű plakátot, amely egy-egy aktuális témáról, például a gyermekbarát mozgalomról vagy az állami biztosítóról szól. Például. Amíg itt sétálsz, lehetséges, hogy lángok martaléka lett a lakásod, sürgősen biztosítsd ingójavaidat az állami biztosítónál. Ilyesmi. Igen ám elvtársak, de ezt úgy kell beütemezni, hogy az egyedek egy pillanatra se veszítsék szem elől a plakátokat, másfelől pedig a plakátok hatásának, hogy úgy mondjam, folyamatosnak és százszázalékosnak kell lennie. Ezt bizony gorillóelftárs nem vette figyelembe, a fáktól nem látta meg az erdőt, pedig van rá mód, hogy mindezt elérjük. Meg kell honosítanunk azt a szokást, hogy a sétálók libasorban haladjanak egymás mögött, tekintetük egymás tarkóján. Így aztán feltétlenül megakad a szemük egy-egy plakáton. Ezzel az üdítő pihenéssel eltölthetnek két-három órát, és ha kell, négyet vagy ötöt is elvtársak. Nos, egy rövid, ötperces politikai beszélgetés után elkezdődhet a méh és a hulladék nevű mulatságos tömegjáték a résztvevő egyedek között művészi kivitelű szemétkosarakat és megfelelő méretű kampókat osztanak ki. A rendező harmonikájának vidám hangja mellett szétszélednek a parkban, folyvást a lábuk elé bámulnak, s amint valaki rongydarabot, ócska kalocsnit, avagy kiürített borospalackot talál, nyomban beleakasztja a kampót a hasznos tárgyba, majd leletét a művészi kivitelű szemétkosárba helyezi. Ezen közben rázendít egy időszerű csasztuskára, és a többiek kórusban dalolják a refrént. Lennél csak hulla hulladék, rongy, lennék a még. Továbbá a szerencsés nyerő részt vehet a tőke rabjai nevezetű táncos játékban. A játékszabályok szerint minden résztvevőnek egy kisebb méretű, mint egy 20 kg súlyú agit nehezék csüng majd a nyakában. Így módon akarva akaratlan a lába elé bámul, és a játék, hogy így fejezzem ki magam, megőrzi üdítő, vonzó jellegét. Ez lenne így globálisan gorilló elftárs tervezete. Nos, elftársak szeretnék néhány szót hozzáfűzni gorilló elvtárs tervezetéhez. Kérdem én, nem túlságosan céltalan-e az ilyesfajta séta? Bizonyos-e, hogy nem áll itt fenn a lárpur lár kacarászás, elvtelen vihorászás, szórakoztatás veszélye? Komolyabban kell viszonyulni a kérdéshez elvtársak. A parkba lépő éltesebb dolgozó számára minden túlságosan komolytalan. Ő ennél többre vágyik munkája végeztével. Sétatevékenységet tevékenységet a munkája légkörében kell folytatnia. Hiszen, elvtársak, az ő fejlettségi foka megköveteli ezt. Oda kell varázsolnunk megszokott termelési körülményeit. Itt van például egy pompás nyári attrakció. Ásni kell a parkban egy 30 méter mély aknát, és vödörbe ültetve lebocsátani a pihenni vágyó éltesebb dolgozót. Tessék, elképzelni az örömét: a bánya fenekén föld alatti politikai rendelőintézetre talál, ahol bármikor kellő felvilágosítást kaphat a szakszervezeti tagság és juttatások kérdéseit illetően. Itt mindjárt válaszolni szeretnék egy javaslatra, amely szerint jó lenne hűsítő italokkal várni a vendéget az aknában. Én ezt nem javaslom, elvtársak. Szerintem ez alapvetően helytelen, mivel elvonja az éltesebb dolgozót a munkától a politikai rendelőben. Hűsítő italok helyett jobb lesz, ha egy brosúrával kedveskedünk neki. Tegyük közkincsé az üdítő séta kérdéseit. És íme mi történt? Az állam egy csodás ligetet teremtett, és kiutalta a pénzt azzal, sétáljatok, levegőzzetek, szórakozzatok. Ám az illetékesek, ahelyett, hogy a fentebbiek jegyében cselekedtek volna, séta, levegőzés, szórakozás, bölcs töprengésbe fogtak. Hogyan sétáljunk, kivel sétáljunk, mi módon levegőzzünk, mi válfaját üzzük a szórakozásnak rettentő sivár dolgot sütöttek ki. Oly hirtelen gyászba borult minden, hogy még a levegő, ahogy mondani szokás, az éter és ózon sem hatol be a sétáló egyedek ajkai között. Tessék! kételkedjenek-e történetben, ha kedvük tartja. Véjék ostoba locsogásnak, kérjék a bizonyító tényeket, és követeljék gorilló elvtárs előállítását a kultúrpihenés természet fölötti tervével. Akár hiszik, akár nem, a fentebb elbeszéltek rendkívül közel járnak a valósághoz. Jó néhány parkban fellelhetők az üdítő sétáért folyó titáni küzdelem nyomai, ám maga a séta maga a séta hiányzik. Nagyszerű például a Moszkvai Kultúrpark szervezésének gondolata. Gyönyörű területet adtak át e park létesítésére. Nagy összegeket fordítanak a fenntartására. De miért érezni a sutaság, a túlzott óvatosság nyomát és főleg a hétköznapi unalmat egyes intézkedéseken? Világért sem szándékozunk kisebbíteni a parkok oly népes dolgozó állományának érdemeit, hiszen szüntelenül fáradoznak egy valódi és hamisítatlan pihenési nagyüzem létrehozásán. De ki kell mondanunk kereken, hogy a parkokban másodosztályú kultúrával és másodosztályú pihenéssel találkozunk. Ami pedig a szórakozást illeti, az már osztályon aluli. Szórakozás egyszerűen nincsen. Még hogy nincsen, emeli fel szavát az oly népes dolgozó állomány. Hát, ami kedvelt, spirálcsúzdánk, szórakoztató szektorunk dísze és büszkesége, az maguknak semmi, és a népszerű lengőkerék, és a... a... Csak hogy ezt az A-t nem követi B, mert egyéb szórakozási eszköz nem akad hazánk legmutatósabb és legnagyobb parkjában, ahol sok ezer ember megfordul, két attrakció büszkélkedik. A vásárokon látható lengőkerék, valamint a 19. század szenzációja a spirálcsúzda. Különben, ha jól megnézzük, nem is olyan spirál és nem is olyan csúzda. E berendezésben is megmutatkozik az az óvatosság, amely ugyancsak jellemző a parkbéli furfangokra. A csúzda annyira enyhén lehet, hogy az ifjú szív számára fölöttép kedves szédítő utazás helyett a 19. században ezt még szívdobogtató érzésnek hívták. A szórakozó egyed nagyokat rugdos a vájú oldalába, keservesen nyögdécselve vánszorog le a célig, s mire odaér, fürdik a verejtékben és csak a csúszda parancsnokával folytatott rögeszmecsere szerzi meg számára azt a szívdobogtató érzést, amelyet az utazásnak kellett volna kiváltania. Jelenleg kevesebb a szórakozási lehetőség a parkban, mint a megnyitás esztendejében. Hová tűnt például az ördög csarnoka, pardon, nem is az ördögé, a park administratív dolgozói ugyanis csak hamar ráébredtek, hogy ha Isten nincs, akkor az ördögnek sincs létjogosultsága, hanem a titok csarnoka. Nem volt ebben a csarnokban semmi különös, nem súrolta az emberi leleményesség felső határait, mégis zengett a látogatók kacagásától és vidám füttyeitől. Mindenki szerette. Erre megszüntették. Vajon miért szüntették meg az ördög, ó, bocsánat, a titkok csarnokát? Képzeletünkben felködlenek a szörnyű részletek. Alapos a gyanunk, hogy a szórakozásügyi dolgozók szívében mélységes felháborodás lett urrá. Mi az ördögnek egy ilyen csarnok? Egyszer csak tótágast áll a fal, és az emberek dőlnek a kacagástól. A fenese érti. Döntően gerinctelen, elftelen szórakozás. Eszmei tartalmat kell biztosítani a csarnoknak. És biztosítottak. Hogyan történik mi felénk az ilyesmi? Plakátokat aggatnak a falra és kész. Csak hogy nem számoltak a körülményekkel. Nem érvényesült az eszmei tartalom. Nem érvényesült azért, mert a falak tótágastáltak, és nem lehetett elolvasni a plakátokat. Nincs mit tenni, elftársak, meg kell szüntetni a falak forgását. De akkor nincs attrakció. Miért ne lenne? Csodás, valódi szovjet attrakció. A sétáló egyet tíz kopejka befizetése ellenében öt percig ülhet a szobában, olvashatja a plakátokat és így módon tágíthatja a szellemi látóhatárát. Csak hogy így nem lesz benne semmi titokzatos és mulattató. Nincs is szükség a titokzatosságra. Az eféle vulgáris elnevezések helyett, hogy a titkok csarnoka hívjuk egyszerűen hozzánk méltóan így, egyes számú agytágító műhely. Igen vonzó elnevezés, és már is megszűnik ez az ostoba elftelem vihogás. Így történt-e, vagy másképpen egyre megy. Az a fontos, hogy elérték céljukat. A titkok csarnoka eltűnt, és vele együtt eltűnt a parkban felcsendülő kacagás 40%-a. A park adminisztrációs szervei nagy hévvel készítik a legkülönfélép feladatokat, táblázatokat, grafikonokat, felhívásokat. Ezek a kartonból és furnér lemezből fabrikált munkamódszerek azonban erős idegenkedést váltanak ki az emberekből. Különösen szembeötlő a park közepén ékeskedő felhívás, amely hatalmas üveglapról hirdeti. Legyen a park a szakszervezeti kongresszus határozatainak kohója! Legyen a park kohó! Hát lehet szomorúbb, lehangolóbb valami ennél a perspektívánál. Milyen fogalmaik vannak ezeknek a pihenésről, ha egy kohó kellős közepébe helyezik? Még ha a kongresszusi határozatok kohója is. Egy másik pihenésügyi dolgozó meg azt prüszköli. Lám csak milyen emberek maguk, a határozatok végrehajtásának ellenségei. Súlyos tévedés. Mi támogatjuk a határozatok végrehajtását. Csupán annak vagyunk ellenségei, hogy a parkot hivatali elszavak és tartozékai kohójává tegyék. Persze a felhívásoknál sokkal többet ér a határozatok teljesítése. Varázsoljuk igazi proletár szórakozó helyé a parkot, ne pedig szegényi jégaszalók csemetéinek négyosztályos tanintézetévé amelyhez jelenleg annyira hasonlít. Természetes, hogy minden halandó ahhoz a folyóhoz tódul, amelyet még nem rekesztettek el az alábbi feliratot viselő kemény papír gáttal. Legyen a folyó üdítő pihenés gránit kemény bástyája! Egyébként a pihenés ügyi dolgozók balos kultúr elhajlásai ellenére csengő kacagás veri fel a park csöndjét és ezt a kacagást nem tudják elhallgattatni a kultúr fontoskodók. A látogatók nevetnek minden ok nélkül is, fiatalok, 17 évesek. A fiatalság mindig nevet. De ha nem vetünk véget a kohósítási küzdelemnek, hogyha nem rekesztjük be az üdítő sétáért folyó harc válfajainak áldatlan vitáját, még ők is abba hagyják a kacagást a 17 évesek. Hát ez az, amit alaposan meg kell fontolnunk a télen. Nehogy jövő nyáron ugyanebben a képben kelljen gyönyörködnünk. Hogyan született Robinson? Arról volna szó, magyarázta a szerkesztő, hogy ennek a műnek érdekfeszítőnek, frissnek kell lennie, teli izgalmas kalanddal, hogy úgy mondjam, legyen ez a szovjet Robinson Krúzó. Hogy az olvasó ne tudja letenni. Robinson, nem is rossz. Mondotta röviden az író bizonyos Moldavancev. Csak, hogy nem egyszerűen Robinson, hanem szovjet Robinson. De még mennyire? Nem is Zulu Kaffer. Az író nem volt a sok beszéd híve. Rögtön látszott rajta, hogy a tettek embere. A regény csak ugyan el is készült a megbeszélt időpontra. Moldavan nem sokban tért el nagy elődjétől. A Robinson legyen Robinson. Egy szovjeti fiú hajótörést szenved. A hullámok kisodorják egy lakatlan szigetre ott áll egyedül, védtelenül a hatalmas természettel szemben. Körös körül ezer veszéleselkedik rá, vadállatok, liánok, a közeledő esős évszak. A szovjet Robinson azonban teli energiával legyűr minden legyűrhetetlennek látszó akadályt. És három év múltán egy szovjet expedíció erői talál rá. Legyűzte a természetet, kunyhót épített, körülvette zöldséges kertel, házi nyulakat tenyésztett, majon farkakból tolsztói kabátot vart magának, és megtanította a papagáját a következő reggeli ébresztőre. Vigyelem! Le a, takaróval, le a takaróval! Megkezdjük a reggeli tornát! Igazán kitűnő. A házi nyul egyenesen óriási, nagyon aktuális. Csak hogy. Tudja, nem látom elég világosan a mű alapgondolatát. Az ember harca a természettel. Igen, igen, de nincs benne semmi szovjet. Hát a papagáj? Hisz ő helyettesíti a rádiót. Kísérleti adóállomás. A papagáj rendben van, és a zöldséges kert is. De az egészben nem érződik a szovjet társadalom. Hol van például a szakszervezeti bizottság? A szakszervezet vezető szerepe. Moldovan hirtelen izgatott lett. Amint megneszelte, hogy a regényét vissza is adhatják, szófukassága egy szempillantás alatt eltűnt, s nyomban ékes szólás váltotta fel. Hogy kerülne oda a szakszervezeti bizottság, hisz lakatlan szigetről van szó? Tökéletesen igaz, a sziget lakatlan. De szakszervezeti bizottság mégiscsak kell? Részemről nem vagyok a szavakmestered, de a maga helyében beépíteném, mint szovjet sajátosságot. De mikor az egész történet arra épül, hogy a sziget lakatlan? Moldavancev e percben véletlenül a szerkesztő szemébe pillantott, és torkának adta szó. Ez a szempár. Olyan fagyos márciusi fényjel villogott, hogy kénytelen volt beadni a derekát. Úgy bizony, önnek igaza van, hát persze. Hogy is nem jutott mindjárt eszembe? ketten menekülnek meg a hajótörésből, Robinsonunk, meg egy SB titkár. Továbbá két függetlenített funkcionárius. Jaj. Semmi jaj. Két függetlenített funkcionárius, no meg egy nőnemű aktíva, aki beszedi a tagdíjakat. Mi az ördögnek egy nő is? Kitől fogja beszedni a tagdíjakat? Robinsontól. Robinsontól beszedheti a titkár. Nem esik le a korona a fejéről. Lám, itt nagyon téved. Moldavancev elvtárs. Ez teljességgel megengedhetetlen. Az SB titkára nem aprózhatja el magát ilyesmivel, nem szaladgálhat a tagdíjakért. Mi küzdünk ez ellen. A titkár foglalkozzék komoly, irányító munkával. Üssekő, hadd jöjjön a tagdíjbeszedőnő. Még jó is lesz, majd férhez megy ahhoz a titkárhoz, vagy Robinsonhoz. Vidámabb lesz a könyv. Isten őriz! Óvja a művét a ponyva íztől, a füllett erotikától. Hadd gyűjtse az a nő a tagdíjakat, és őrizze a páncélszekrényben. Már megbocsásson, de hogy kerül páncélszekrény egy lakatlan szigetre? Várjon, csak várjon. Van az első fejezetben egy pompás rész. Robinsonnal meg a szakszervezeti bizottság tagjaival különböző dolgokat vet ki a hullám a partra. Fejszét, karabét, iránytűt, egy holdó rumot és egy üveg skorbut elleni gyógyszert. A rumot húzza ki. Meg aztán minek az a gyógyszeres üveg? Kinek kell az? Sokkal fontosabb egy üveg tinta. És páncélszekrény. Okvetlenül. Miért lovagol annyit azon a szekrényen? A tagdíjaknak nagyszerű helyük lesz egy baobab odvában. Kilopná el onnan? Hogy-hogy ki? Hát Robinson. Hát az SB titkár? Hát a függetlenített funkcionáriusok? hát a bolt ellenőrző bizottság. Hát azok is megmenekülnek? Meg. Talán asztalt is partra vetett a hullám az értekezlethez? Okvetlenül. Kellő munkafeltételeket kell teremteni. Vizes kancsó, csengő, terítő. Terítőt vessen ki a hullám olyant, amilyet maga akar. Lehet vörös és zöld is. Nem fogom befolyásolni a művészi alkotó munkát. Egy szóval, ez az első feladat, barátocskám, bemutatni a tömegeket, a dolgozók széles tömegeit. A hullám nem vedhet a partra tömegeket, ez szöges ellentétben áll a történettel. Gondolja csak meg, a hullám egyszerre kivett tíz 20 ezer embert. Kész röhely! Nagyon jó! Sohasem árt egy kis üdítő, életvidám, egészséges, kacagás? Hát nem, a hullám nem bír el annyi embert. De miért a hullám? Másképp hogyan kerülnének a tömegek a szigetre, ha egyszer a sziget lakatlan? Ki mondta magának, hogy lakatlan? Összekeveri a dolgokat, pedig világos, mint a nap. Van egy sziget, sőt, jobb, ha félsziget. Így mindjárt egyszerűbb, és ezen a félszigeten meg annyi pompás, fordulatos, izgalmas kaland történik. Folyik a szakszervezeti munka, bár olykor hibák is adódnak. A nőnemű aktíva feltár bizonyos hiányosságokat, tegyük fel a tagdíj beszedés területén, a széles tömegek támogatják, és az SB titkár önkritikát gyakorol. A végére be lehet iktatni egy tömeggyűlést, ez rendkívül hatásos lenne éppen művészi szempontból. Hát ez minden. És Robinson? Igen, jó, hogy mondja. Ez a Robinson zavar engem. Dobja ki. Szánandó, ügyefogyott alak semmit sem indokolja, hogy benne legyen. Most már minden világos. Holnapra szállítom. Nos, akkor jó munkát! Alkosson! Apropó, a regény elején van az a hajótörés, tudja erre a hajótörésre semmi szükség. Csinálja anélkül, így izgalmasabb lesz. Rendben? Viszontlátásra! Viszontlátásra! Ho-ho-ho-ho! Végre, végre lesz egy tökéletesen művészi, vérbeli kalandregényem! Hát így született Robinson. Előadta a Járvás Katalin, Barkóci Dávid és Tallér Gábor. A zene az utóbbitól való.